Szeretettel köszöntök mindenkit. A ma esti emlékezésben, előadásban szeretnék a gonoszról beszélni, és egy átfogó képet adni, és hát nem tudom, mennyire sikerül, de úgy a témának a súlyát is úgy megragadni, vagyis hogy lássuk pontosan azt, hogy miről is beszélünk, vagy mivel van dolgunk. Azért is fontos ez a téma, mert amikor a gonoszról van szó, akkor valaki vagy bagatelizálja, azt mondja, hogy nincs is gonosz. Vagy valaki azt mondja, hogy van, de igazából nem kell vele foglalkozni, sőt, most lesz a Mikulás, ott a Krampusz, a Mikulás mellett, tehát a ilyen jópofa valaki, kis fekete kis figurák, vagy sokszor fiatalokat látok ilyen közösségi összejöveteleken, amikor ilyen ördög szarvakat raknak fel, meg különböző szimbólumokat használnak. Persze nem rossz szándékkal, egy jópofa dolognak tartják, de igazából mégsem az, mert ezek a szimbólumok mégis ott vannak. Vagy amikor vannak ilyen ördög csárda, meg különböző ilyen helyek, ahol lehet étkezni, és ezek is a jópofa dolognak tűnnek, hogy az ördög kavarja az üstöt, és hogy valamit főz, tehát majdnem az, hogy ő a mi barátunk. Olyan is van, aki túl nagy hatalmat ad neki. Például olyan, mint a Ying és a Yang, hogy a sötétség és a világosság ugyanolyan erővel bír, és az Isten meg a gonosz lélek ugyanolyan erővel bírnak egymással és harcolnak, és mikor melyik győz. Vagy valaki mindenütt a gonoszt látja, hogy a gonosz az mindent meg tud tenni, bármikor tud támadni, bárkit meg tud szállni, vagy túlzottan nagy hatalmat biztosít a gonosz léleknek. És ezt szeretném úgy most úgy felépítve, úgy a helyére tenni, és persze az egyháznak a tanítása, aminek az alapja a Szentírás, maga az ördögözőknek a tapasztalata is, meg ha szétnézünk a mai világban is, mindenképpen egyfajta értelmezés kíván azt, hogy mi is van a mélyben, és hogy milyen erők küzdenek, és ezek az erők mekkora hatalommal bírnak. És ami a legfontosabb ebben, hogy azt lássuk, hogy mi minek nyitjuk ki a kaput, vagyis hogy kivel, mivel működünk együtt. Kezdem is az elején, először röviden arról, hogy egyáltalán van-e gonosz lélek. Persze a hitnek a birodalmába tévedtünk, ahol is az is kérdés valakinek, hogy van-e Isten. Ha nincs Isten, onnantól kezdve már semmi sincs, ha úgy vesszük, hogy van-e Isten, van-e gonosz lélek. A Szentírás egyértelműen világosan tanít arról, hogy van gonosz lélek. Már ott a bűnbeesés története, ahol a kígyóként jelenik meg a gonosz lélek, aki az első emberpárt ráveszi a hazugsággal a bűnre, de végigkíséri a gonosznak a jelenléte. Az evangéliumban nagyon sokszor szerepel, hogy Jézus ördögöt üz, parancsol a gonosz léleknek, beszél a gonosz lélekről. Többféle névvel is illetik, például a leggyakoribb a Sátán, vagy a Lucifer. Ott a Jelenések könyve, ahol le van írva az első angyaloknak a bukása, a nagy harca mennyben, ahol Szent Mihály és angyalai letaszították a gonosz szellemeket. És maga a gonosznak a jelenléte a Szentírásban végig ott van, de azt is látnunk kell, hogy amikor a gonoszról beszélünk, csak úgy van értelme ennek a témának, hogy azt nézzük, hogy ki az Isten. És ez az alap, és erre tudunk felépíteni mindent, hogy az Isten az Úr. Itt az oltárkép is gyönyörű szép, hogy Jézus Krisztus a mindenség ura és királya. Most ünnepeltük Krisztus király ünnepén, tehát, hogy ő az Úr, a gonosz lélek létezik, de ő egy senki, egy nulla, ő neki semmi hatalma nincs, Jézus Krisztus őt legyőzte a kereszten. Nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk, ezt a felosztást is, hogy az erők egyértelműen a helyükre kerüljenek, hogy Jézus az Úr. És az ő hatalmának, az ő személynek a fényében tudunk beszélni a gonosz lélekről. Amikor azt mondom, hogy a gonosz léleknek semmi hatalma nincs, ez valóban nincs, azonban az Isten időnként megengedheti neki, főleg attól, ahol az emberek kinyitják a kaput, vagy ahol a bűn által beengedi, hogy valamilyen hatalomra tegyen szert, és valamilyen módon ártson nekünk. És hát ezt látjuk a világban is, hogy habár a világ megváltott, de nagyon sok rosszat, gonoszságot látunk, de ezeknek az oka mindenképpen ott a bűn, hogy valakik nem hisznek az Istenben, és hogy a sok válás, a háború, meg annyi bűn van és nyomorúság a világban, hogy a gonosz lélek mindenképpen ott van benne valahol. Tehát az első, hogy a gonosz lélek létezik. 6. Pál pápa mondta 1972-ben, hogy a Sátán élő eleven szellemi, romlott és megrontó lény. Az első számú ellenség maga a kísértő, sötét, nyugtalanító lény, amely valóban létezik, s aki álnok ravassággal ma is tevékenykedik, elhagyja a bibliai és az egyházi tanítást,
aki nem tartja valóságos létezőnek. A másik pedig második János Pál pápa mondta, a gonosz szellem megpróbálja az emberben ugyanazt a versengő, engedetlen és Istennel ellenkező magatartást elültetni, amely létezésének szinte egyetlen motivációja. Aki tagadja a sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Időnként hallok vagy olvasok olyan szentírási magyarázatokat is, amikor például azt mondják, hogy Jézus nem az ördögnek parancsol, tulajdonképpen nincs is, hanem az emberek hittek mindenféle ilyen démoni lényekben, és Jézus pedig, hogy a hitükben megtartsa őket, hát ő is azt mondta, hogy ez a gonosz lélek volt. És tulajdonképpen is azt mondják erről, hogy Jézus azért, hogy az embereknek megfeleljen, hazudott. Ez pedig az ő istenségének abszolút ellene mond. Olyan volt, hogy Jézus nem mond meg valamit. Vagy azt mondja, még nem vagytok hozzá elég erősek, de Jézus sohasem hazudik. A sátán a hazugság atya, ezt Jézus mondja róla, a sátán az igen. Tehát ő a hazugságnak a nagymestere, Jézus mindig nyíltan egyenesen beszél. Legfeljebb nem mondja meg azt, hogy még arra nincs szükségünk, hogy tudjuk azt a valamit, amit éppen most nem akar nekünk megmondani, de sohasem hazudik. És nagyon sok rész van, ahol Jézus beszél a sátánról, úgy is, mint a hazugság atya, aki mint villám bukott le az égről. És arról is beszél, hogy Jézus azért jelent meg, az Isten fia azért jött el, hogy szétrombolja az ördögnek a művét. És amikor második János Pál pápa is mondja, hogy aki nem hisz a gonosznak a létezésében, az tagadja az evangéliumot, Jézus nem csak egyfajta humanista volt, aki eljött és szépeket mondott, hanem megváltotta a világot, és megtörte a gonosznak a hatalmát. És a megváltásnak lényegi eleme, hogy a gonosz hatalmát megtörte, tudjuk a bűnbeesés történetét, hogy az első emberpárt a hazugság által vette rá arra, hogy az Istenben ne bízzanak, hogy az Istennek ne engedelmeskedjenek. Ez lett az első bűn, és a bűnnek a következménye az áteredő bűn, és abból fakadó mindenféle nyomorúság, rengeteg szenvedés, amit már nem is tudjuk sokszor, hogy honnan ered, de mindenképpen az alapja az áteredő bűn. Ezért nagyon fontos azt tisztázni, meg látni, hogy a gonosz lélek valóban működik. Amikor valaki azt mondja, hogy én nem hiszek a gonosz létezésében, mindenkinek joga van hozzá. Azonban azt is látni kell, hogy a gonosz ennek csak örül. Az egyik úgymond taktikája az, hogy embereknek azt sugallja, hogy én nem is létezem, bennem nem kell hinni. Nem is vagyok, ez csak a papok mondják meg, hogy az embereket ijeszgessék, de a mai modern világban már embereket nem lehet ijeszgetni, mert most már mindenki nagyon okos. És hogy megdöbbentő, hogyha nézzük a mai világot, hogy egyrészt valóban emberek nyelveket beszélnek, internet, olyan óriási szaktudásokkal rendelkeznek, már a gyerekek iskolában annyi mindent tudnak az interneten keresztül, viszont azt is láthatjuk, hogy az új pogányság egyre jobban terjed. A babona, az okkultizmus, vagyis hogy szakmailag, technikailag az ember nagyon fejlődik, sokszor ami a lelkileti szintet érinti, mondják spirituális úrnak, most annyi szót használnak erre, ott meg egyre primitívebbek emberek, sőt azt is szoktam mondani, hogy sokszor analfabéták, akár doktorival rendelkező személyek is. Tehát itt a világ végű dolgot az empirikusokat nagyon jól látja, de hogy mi van a világon túl, ott sokszor ilyen babonás félelmeken alapul az ő egyfajta, ha lehet ezt hitnek nevezni, de mindenképpen valamiben hisznek, vagy valamiben kapaszkodni akarnak. Tehát ez az első, hogy a gonosz létezik, ha valaki nem hisz benne, akkor sokkal könnyebb dolga van vele, mert gondoljunk bele, hogy van egy ellenség, akit én nem veszek tudomásul, és innentől kezdve ki vagyok szolgáltatva neki, mert nem akarok vele foglalkozni, nem hiszek a létezésében. A sátán, a héber név azt jelenti, hogy ellenfél, ellenség, üldöző, vádló, rágalmazó, vagy a görög a diabolos pedig, hogy szétválasztani, megosztani. És a diabolosz meg a sátánnak a fő tevékenysége, igazából a gonosznak az akarata, hogy mivel az Isten őt letaszította, a gonosz lélek az Istennek a teremtményei, úgy mint jó angyalok. De az Isten ellen fellázadtak, és ezért az Isten letaszította őket, és persze itt nincs lent és fent, hanem mi használjuk ezeket, de mindenképpen a pokolba taszította őket, ahol ők lettek a bukott angyalok, de ők jóknak lettek teremtve, az Istennek a teremtményei. De fellázadtak, és mivel az Isten letaszította őket, ezért az egyetlen vágyuk, hogy az Istent megalázzák, és azzal tudják a legjobban megalázni,
magyarázni, hogyha az ő legdrágább teremtményét, vagyis az embert, azt letaszítja a pokolba, és hogy az ember az elkárhozik. Vagyis a legdrágább teremtménye, akit Jézus Krisztus meghalt, hogy elkárhozik, és onnantól, amire teremtve lett, hogy mi az Isten gyermekei, a Szentlélek templomai vagyunk, azt a gonosz meg akarja alázni. És pont az emberségben, a teremtményi mi voltunkban, meg az Isten képmásunkban akar bennünket a gonosz lélek megalázni. És ez az ő fő terve, és tulajdonképpen a tevékenysége erre akar bennünket vinni. Azt is látnunk kell, hogy amikor a gonosz lélekről gondolkodunk, hogy vannak különböző képek, meg vannak ilyen amerikai horrorfilmek, meg nem tudom még, amik ilyen nagyon ilyen véresek, meg kifordul a szemük, meg mindenféle ilyen hatásvadászattal élnek, és amikor a gonosznak a működését nézzük, hogy ő nem így működik. Már olyan szempontból, hogy a gonosz, mivel ők teremtmények, angyalok, angyali természetük van, ezért nekik az angyali természetük részben megmaradt. Sok tudást elveszítettek, például az Istennek a színelátását, azt elveszítették. De az angyali természet megmaradt, sokkal intelligensebbek, mint mi emberek. Sokkal nagyobb, meg másféle a tudásuk. És ezért ők, mint a hazugságnak a fejedelmei, lehetne így is mondani, a hazugság atya, úgy csapják be az embert mindenkit személy szerint, amit ő gyakorlatilag el tud fogadni. Tehát van egy jó vallásos ember, nem azt fogják neki mondani, hogy szaggassz szét a rózsafüzért, mert dehogy szaggattam az én imádságom, hanem valaki valamiben nagyon erős, megkeresi a gyenge pontját. És ezért a világban is úgy mutatkozik be, mint aki az emberi boldogságnak tulajdonképpen a létrehozója, az emberi szabadságnak. Ezért sok ember kitűzi a zászlajára magán olyan eszméket, amik abszolút jónak tűnnek. Mondhatnánk azt is, hogy gyakorlatilag teljesen elfogadható, azonban mégsem elfogadható, mert teljesen más. Nem tudom, ki látta már ez a úgynevezett Baphomet figurát. Ez az 1810-75-ig élt egy francia okkultista, ő rajzolta meg először ezt a figurát, ami egy kecskefejű ilyen lény, vannak benne férfi, női elemek, vannak benne állati elemek, tehát a szarv, a kecskefej, a pata, denevér szárnyai vannak, tehát egy tele szimbólumokkal egyfajta ilyen figura, és ennek a neve a Baphomet, ami a kabbalisztikus értelmezés szerint visszafelé kell olvasni, és ami annyit jelent, így magyarra lefordítva, hogy az emberek közötti egyetemes béke templomának atya. Tehát amikor a gonoszról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy ő egy ilyen véres, gyilkos, folyik a vér, meg ijeszget, meg folyik a nyála, mint egy horrorfilmben, hanem az egyetemes béke, a világbéke, az emberi boldogság. Egy új egyetemes vallást akar létrehozni, aki az emberiségnek tulajdonképpen a megváltójaként minden embert eljutatni a boldogságra, tehát abszolút pozitív célokat tesz az emberek elé. És persze ezt azzal a céllal, hogy az emberek ezt elhiszik, elkezdik ezeket a célokat, ami nagyon szépnek hangzik, ideálokat követni, és hogy utána pedig a célja, hogy az embereket becsapva Istentől eltávolítsa, és utána pedig a pokolba letaszítson minden embert. Vagy Benedek pápa is Szolovjovot idézi, aki azt mondja, hogy ha a gonosz lélek könyvet írna, az lenne a címe Út a világ békéhez. Tehát amikor gonoszról van szó, és amikor megjelenik bármilyen formában, okkultizmusban, különböző írásokban, ott tulajdonképpen világbéke, az Istennel való egyesülés, olyan szép címek vannak, amik nem ijesztőek, sőt, nagyon sok ember számára vonzóak. Vagy aki egyfajta ellenszenvet érez a történelmi egyházakkal kapcsolatban, az pedig szinte újra felfedezi, hogy végre itt az igazság. Itt béke van, öröm van, itt nincsen szenvedésről szó, itt nem kell szenvedni, ez egy teljesen humánus dolog, itt nem kell megtérni, hanem mindenki meditál, befogadja a világszellemet, vagy nem tudom mit fogad be, és utána pedig eljut a boldogságra, és minden ember boldogan együtt fogadja be a nagy világszellemet. Tehát annyira szép, ilyen idealisztikus képek, és ez már az okkultizmusnak a világa, és tehát a gonosz, amikor ő kísért, akkor ő sokszor sokkal vonzóbb a hangja, mint magának Jézusnak. Gondoljuk a bűnbeesés történetére, azt mondja a gonosz, a kígyó, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy ne egyetek a fáról.
így lehetne valahogy lefordítani, hogy valóban az Isten azt mondta nektek, de jó, hogy találkoztatok velem, én meg tudom mondani az igazságot. Hát tudjátok, az Isten nagy hatalma van, de az a baj, hogy irigy. És el akarja venni tőletek a legnagyobb jót. De én nem olyan vagyok, szerencsé, hogy velem találkoztatok, én elmondom nektek, hogy nyugodtan egyetek, nem lesz semmi baj, sőt, ami az Istennek fáj, olyanok lesznek, mint az Isten. Tehát egy jóságos, mint egy nagyszülő, aki segít bennünket, aki felvilágosít, aki elvezet az igazi boldogságra, meg a sok ilyen irigy istenséget, mindent azt lebuktat. Abszolút pozitív szereplőként tűnik fel. Mint a mesékben is a boszorkány, akinek mézes kalácsháza van, nagyon kedves, csak a mesékben látszik, hogy a néni az nagyon csúnya, tehát ilyen vasarró, ott a kinézete az ronda, de amikor belülhajjuk a kísértést, akkor ezt nem látunk rondaságot, hanem csak nagyon kellemes, ilyen biztató, megengedő szavakat, és az Isten nyugodtan tedd meg, nem kell ettől félni, más is ezt csinálja. Így is jobb vagy, mint az átlag, és szépen az embert így bejteti ezáltal, és amikor elkövette a bűnt, akkor meg úgy tűnik fel, mint a vádló. Aki azt mondja, hogy de ilyet csináltál, szégyeld magad, benne leszel a sajtóba, még te jársz templomba, van pofád eljönni a szentmisére, aki ilyeneket és ilyeneket csinál. Tehát megjelenik a vádló, hogy te erre nem vagy alkalmas. Avirai Nagy Szent Teréz a belső várkastélyban írja, hogy a nővéreknek írja ezt, de hát ránk is érvényes, hogy a gonosznak a legnagyobb kísértése, amikor valakinek azt mondja, hogy te ne akarjál az Istenről beszélni. Te ne akarjál imádkozni, tanítani másokat. Te ne akarjál az evangéliumból tanácsot adni, mert te is bűnös ember vagy. Ki vagy te, hogy az Istenről beszélj? És hát persze van benne igazság, mert tényleg bűnös ember vagyok, tényleg vannak gyengeségeim, sőt, akinek beszélek, sokszor bizonyos dolgokban sokkal jobbak, mint én. De én nem beszélek az Istenről, nem hozik el az ő szava, az ő szeméről nincs szó, akkor onnantól kezdve az Istenről való beszéd, a hitnek az átadása, az megszűnik, és onnantól kezdve valami más fog az éterbe bekerülni, ami viszont nem az Istentől való. És hogy megint logikusnak tűnik, a gonosznak a kísértése mindig észszerű és logikus, emberileg nézve. És tulajdonképpen így a hit ellen is van, mert sok minden, ami az Istenben való bizalom, az nem logikus. Az a logikus, hogy amit meg tudok én csinálni, az megvan, itt az Istenben bízni nem érdemes, a világ nem így működik. Tehát a gonosznak a működése, aki sokkal kedvesebb, mint az Isten, amiket felállít célokat, azok nagyon kedvesek, nagyon szépek. Szent Ignác, amikor ír a gonosz léleknek a működéséről, ez a klasszikus hármas felosztást használ, és hogy ez, úgy a lelkivezetésem során látom, hogy nagyon gyakori az embereknek az életében. Legyen valaki bármilyen életállapotban. Az első, hogy a gonosz úgy lép fel, így írja Szent Ignác, mint egy makrancos gyerek. A makrancos gyerek, el tudunk képzelni egy kisgyereket, aki valamit nagyon akar, rettentően ordít, és úgy tűnik, hogy óriási hatalma van, pedig semmi hatalma nincs. És hogyha valaki, a szülők elkezdenek engedni neki, jaj kisfiam, akkor hogy legyen, és akkor ő elkezd parancsolni. Ha azonban az apa megfogja, és a gyereket a hón alá csapja, hogy fiam, csend legyen, mert úgy nagyon ráordít, vagy rászól, akkor a gyerek csendben marad. Vagyis, hogy nagy pofája van, nagy szája van a gonosznak, de nincsen hatalma is ereje. Az ember hatalmazottan ráparancsol, akár egy belső kísértés kapcsán is, hogy nem megyek bele a kísértésbe. Ha határozott vagyok, akkor onnantól kezdve csendben marad, mert csak a pofája van, de nincs hatalma. Mint egy kisgyereknek, akinek nagy hangja van, de nincs semmi hatalma, hanem szülő rászól, akkor ott csend van, mert nem tud csinálni semmit. Ez az első kép. A másik, amikor Szent Ignác azt mondja, a gonosz olyan, mint egy hadvezér. Nézi a várat, körbejárja a falakat, és látja, hogy itt a fal nagyon erős, itt is nagyon erős. Valaki sokat imádkozik, templomba jár, még közösségbe is, itt nagyon erősek a falak, itt nem fog támadni. Viszont ez a valaki, ez hiú, vagy például gőgös. És hogy ez a kapu olyan, ahol még ő sem tud róla, aki ezt megéri, ezt a gőgöt, vagy a hiúságot, és ezen a gyenge ponton fog bejönni az embernek az életébe, ott fogja megfertőzni, és ott kezdi szétszedni az életét. Ezért is van az, amikor valaki akár nagy, akár lehet, hogy híres pap is, vagy akármilyen nagy híres evangelizáló világ is, hogy a gonosz, valami nagyon erősen működik, hogy nem fogja bántani, de a gyenge ponton ott megkeresi, hogy mi az.
vagy olyan bűne van, gyengesége, amit nem mer elmondani senkinek. És ezen a ponton fogja megfogni, és ott lép be az életében, és nagy a veszélye annak, hogy ott az életét tönkreteszi. Ez a második, és a harmadik pedig a hűtlen szerető, aki azt mondja, ha valakinek van egy ilyen titkos kapcsolata, hogy ezt ne mondd el senkinek. Az állnak szeretőnek mindig az a célja, hogy ne derüljön ki a kapcsolat, mert akkor botrány lesz. Azt mondja, ezt ne mondd el senkinek. És ez azt jelenti a lelki életben, hogy például valakinek van valamilyen, lehet ez valamilyen zavaros bűn, vagy még nem is bűn, de egy tendencia elkezd kialakulni, ami szerint még nem bűn, de van benne valami ragaszkodás. Valamitől már elkezdek függni, valakitől. Ez lehet egy személy, lehet valamilyen szerv, vagy szokás, vagy bármi. Valamit nem merek elmondani. Ha elmondom a Szent Jónásba, és úgy mondom el, hogy el is mondtam, meg nem is, mert nem lehet, ahogy elmondtam, nem lehet rádöbbenni arra, hogy miről is van szó. Tehát pontos, hogy ezt csináltam, vagy paráználkodtam, abban annyi minden belefér, és hát ha nem kérdeznek rá, akkor el is mondtam, de igazából mégsem mondtam el, hogy benne vagyok egy kapcsolatban, ami bűnös, érzem, hogy fogoly vagyok benne, és nem tudok szabadulni, és tönkre fogok menni, meg a családom is. Ha valaki ezt így kimondja, az állnak szeretőt lebuktatta, és onnan már lehet valamit csinálni azért az emberét. Oké, akkor csináljunk valamit, és akkor de nagyon gyorsan, határozottan lezárni, és így segíteni neki, de ha nem mondja el, és a gonosz mindig azt mondja neki, mint egy belső hang, hogy ezt nem mondd el senkinek. Majd az idő megoldja, meg más úgysem tud neked segíteni. Mindenkinek van ilyen zavaros ügyei, mások is olyanok, mint te. Ne azt hitt, hogy nincs mindenkinek mit tudom én, ilyen nője, vagy férfi, vagy akármilyen milyen bűne. Mindenki ezt csinálja. És utána pedig azt mondja, hogy nem mondd el senkinek, majd megoldódik. Majd egy idő után majd lesz vele valami, és akkor majd meglátjuk. És tulajdonképpen ebből alakul ki, hogy valami titokban tartok, ez a néma ördögnek a kísértése, és amikor nem mondtam ki, elkezd megfertőzni, és onnantól kezdve tönkreteszi a hivatásomat. Amikor már elkezdek róla beszélni, akkor már botrány van belőle, vagy én nem bírom tovább, vagy a másik nem bírja tovább, de valami kibukik, de onnantól kezdve már sokszor olyan akut helyzet alakul ki, amit már valaki legtöbbször nem akarnak visszafordítani, vagy bizonyos szempontból már nem is lehet. Persze mindig van visszaút, meg a megtérésnek mindig ott van az útja. És ez a három klasszikus esete van annak, ahogyan a gonosz lélek működik. A gonosz szellemi létező, ezért az ő fő tevékenysége a hazugság. Ha a gonosznak a tevékenységét akarjuk megkülönböztetni, van az úgynevezett rendes, meg van a rendkívüli. A rendes, még én ezt a kifejezést nem szeretem, de hát így nevezik, azt jelenti, hogy semmi rendkívüli dolog nem történik, hanem a gonosz, mint a hazugság atya, aki félre akar bennünket vezetni, azáltal kísérti meg az embert. Tehát félre, ha valakinek hazudik, és ha belegondolunk abba, hogy milyen sok hazugságot hordozunk magunkban, vagy hordozhatunk. Sőt, Szent Ignác azt is mondja, hogy amikor a gonoszról beszélünk, azt is látni kell, hogy nem lehet mindent úgy egy az egybe a gonoszra fogni, hanem a lelkek megkülönböztetéséről beszél, és így tárja elénk, hogy az egyik lélek a Szent Lélek, aki vezet. A másik lélek, az tulajdonképpen három dologból tevődik össze, benne van az én gyengeségem, sebzettségem, meg az én butaságom is. Például valamit nem jól tudok, akár ilyen hitigasságot, vagy a gonosznak a működését, az Istennek a hatalmát, a szeretetét, nem tanultam meg, nem jól tudom, lehet, hogy elméletben sem, vagy lehet, hogy a szívem mélyén nem jól hiszem azt a dolgot. Tehát ott van az én gyengeségem, az én sebzettségem. Ez az egyik tényező. A másik a világnak a hatása. Olyan sokan mondják azt, hogy a filmekben is mindig az érkezik vissza, meg ezt mondják a sztárok is, meg nem tudom kiskék, tehát a médián keresztül is mindig az érkezik meg hozzánk, hogy az a normális. És itt sokszor bűnökről van szó, meg hát amíg nem az Isten szerinti, az evangélium szerinti életről, de kívülről mindig azt mondják. Vagy valaki azt mondja, hogy én most hűséges vagyok, vagy megdöbbentő, amikor például valaki harmadik, negyedik gyermekét várja, akkor úgy bolondnak nézik, és akkor megkérdezik, hogy megtartod, és mintha egy elnézést kutya lenne, vagy macska. Tehát ez a világnak sokszor a mentalitása, ami mindenképpen hatással van ránk. És egyfajta bizalmatlanságot is sugal, tehát ez a második, és a harmadik a gonosz lélek.
Azt mondja Szent Ignác, ezt nem lehet külön válogatni, hogy van egy dolog, hogy ez most milyen mértékben van benne a gonosz, beletolja a pofáját, de hogy ezek együtt hatnak. Tehát van úgymond, most úgy mondanánk, hogy van ilyen pszichológiai tényezője is, de nem mindaz. Benne van a gonosz lélek is. A lényeg, ezt mondja Szent Ignác, mindig azt kell megnézni, hogy van valami dolog, érzés, valami hat rám, valamit elkezdek tervezgetni, mindig meg kell nézni, hogyha ezt elkezdem a gyakorlatban megélni, az Istenhez közelebb visz, vagy távolabb visz. Mindig ez az alap, ez a lelkek megkülönböztetése. Hogy ezt elkezdem tenni, akkor mihez vezet? És akkor például csak, ha valakinek van egy ilyen bűnös kapcsolata, akkor persze ez most nagyon jó kapcsolat, meg szeretjük egymást, nincs benne semmi rossz. Oké, nézzük meg, hogy például a házasságodban ez közelebb vissza a pároddal, vagy távolabb. Hát távolabb, akkor ez nem az Istentől való. Tehát, hogy valami elvisz, ami az én életállapotom, amit Jézus számára szentség érté, ami attól elvisz, az nem lehet az Istentől való, hanem az, ami megerősíti a szentséget, a házasságot, a hűséget, a gyermeknevelést, tehát az, ami az Istentől való. Ez a lelkek megkülönböztetése, és megint az alap, hogy most mitől jön, hogy ez a rossz lélek, így nevezi Szent Ignác, nem csak a gonosz léleknek, a rossz lélek, sebzettség, sok minden benne van. Kalkutai Teréz anya mondja, hogy a sebzettség, ha valaki úgymond lelkileg sebzett, önmagában ez nem bűn, de a gonosznak a trükkje, hogy mindig a sebzettségre ül rám. És a sebzettségen keresztül hat. Ő mindig úgy akar működni, hogy ne vegyük észre, hogy ő most mit csinál. És mi a sebzettségben vannak ilyen lelki, meg ilyen belső fájdalmak, ami rossz, és nem akarom bagatelizálni, de nem ez benne a legrosszabb. A sebzett ember az mindig bizalmatlan. Mind az emberek iránt, mind pedig az Istennel kapcsolatban. Tehát minden személlyel kapcsolatban lehetne így mondani. És hogy amikor valaki bizalmatlan, akkor onnantól kezdve, hogy ezt lefordítjuk a hit nyelvére, valaki az Istenben nem bízik, nem hisz benne, nem tudja rábízni az életét, nem tudja őt segítségül hívni, innentől kezdve ez már tragédia, főleg ha valamilyen nehéz esetről van szó. Vagy valaki például van egy gyermek is, nem bízik a szüleiben. Nem bízik akár a papban, a plébánosban, mert senkiben sem lehet megbízni, ez benne az a belső sebzettség, mert apám ott hagyott, mert apám ezt csinálta, pedig ő neki kellett volna úgymond hivatalból szeretni, akkor egy paphoz hogy menjek oda? Vagy egy tanárhoz, vagy valakihez, ő meg idegen, akkor benne hogy lehetne megbízni? És tulajdonképpen nem történik semmi, úgymond pszichológiailag fel lehet építeni, hogy mi történt ott, de utána ott jön a bizalmatlanság, ami már nem csak pszichológiai dolog lesz, hanem ott már a gonosz lélek is elkezd működni, eltávolít Istentől, eltávolít embertől, és onnantól kezdve kinyílnak kapuk így a rossz számára, és ha valaki ebben elmélyed, hogy sok tapasztalata van, nagyon nagy veszélyben van az élete, és hangsúlyozom, mindig meg lehet térni, az Isten folyamatosan hív bennünket. Vagy például van egy család, és erre talán sokszor nem is gondolnak akár a szülők sem, hogy az Isten akarja a hűséget, akarja a szentséget, akarja, hogy minél egészségesebb közegben nőjön fel a család. Ha bajok is vannak, krízisek, lehet segítséget kérni, de mindenképpen mindent meg kell tenni azért, hogy a család, a közösség, a szentség az helyre álljon, és utána megéljék ezt az evangéliumi a családot, amit Jézus akart. Ha például valaki ilyenekkel nem foglalkozik, azt mondja, hogy ott hagyja a családját, ez lehet az apa, az anya, vagy sok zűrzavar van a világban. Úgy gondol az ember, hogy ez az én tragédiám, vagy a családomnak a tragédiája. És sajnos a bűn nem áll meg egy személynél, hanem mindig életérzések és minták adódnak tovább. Tehát a gonosznak a rendes működése, tehát nem, hogy valakit megszáll a gonosz vagy valami, azok a leglátványosabbak, de nem az a fő csapás, hanem amikor egy család szétmegy, vagy olyan bajok vannak, akkor a gyermekben egy rossz életérzés alakul ki. Az alapvető, hogy engem nem lehet szeretni, én nem vagyok olyan fontos, hogy az apám ott legyen mellettem, utána ebben nevelkedik, akkor lát több rossz házasságot, és akkor megdöbbentő, amikor a kisgyerek mondja, hogy én nem akarok majd megnősülni. Mondom, még te nem ott tartasz, de ő már most tudja, hogy ő nem akar, mert olyan rossz mintákat látott, hogy ő már, mint ami 10 évesen, ő ezt már eldöntötte, hogy. És ez tragédia gyakorlatilag, persze még addig van idő, hogy változtasson, de ez önmagában tragédia. És tulajdonképpen nem is beszélünk, a gonosz léleknek előse jön az ő szerepe,
De tulajdonképpen a főcsapás ez, amikor nemzedékről nemzedékre sebek, bizalmatlanságok adódnak tovább, és onnantól kezdve egyre több embert fertőz meg, és valaki megházasodik, van, aki nem, valaki csak úgymond összeáll valakivel, ahogy szokták mondani, valaki látja, hogy a szülők úgy oldották meg, hogy elváltak, akkor mi is elválunk. És amikor a szülőkkel foglalkozok, mondom is nekik, hogy ez nem csak rólatok szól, hogy megtesztek mindent, hogy együtt maradjatok, hanem a gyermekeitek számára egy olyan példa, hogy gyerekek, vannak bajok. Sok minden van a világon, de van nekünk Istenünk, meg van olyan sok okos ember a világon, és mindent megteszünk, hogy mi együtt maradjunk, és benneteket tisztességesen neveljünk. Vagyis van kiút a krízisből. Ez a legnagyobb üzenet a gyermek számára, ami később az ő házasságában is üzenet lesz, hogy apáméknek is voltak bajok, megkérdezem, hogy mit csináltak, vagy hogy, mert mi is most rosszul állunk. Tehát itt látható, hogy a hazugság atya. És itt nem történik semmiféle beavatkozás, vagy ilyen látványos, nem tudom, milyen megszállottság, hogy valakinek kifordul a szeme, nincs semmi. Ezek a legveszélyesebbek, és ezek nemzedékről nemzedékre fertőznek meg embereket, életérzéseket, magát, ahogyan a családról, a párválasztást, meg minden másról gondoskodnak. Most ezt a részt emeltem ki. És innentől kezdve kezdi megfertőzni az egész emberiséget, és tulajdonképpen megy az egyre nagyobb sérülések irányába, sőt, ne csak sérülésről beszéljünk, hanem a pszichológia erről beszél, de mi mondjuk ki, hogy gyakorlatilag otthagyni egy családot, valami, ez bűn és tragédia. Tehát mondjuk ki ezt a szót, hogy a szeretet elleni bűnök. És persze meg lehet magyarázni, nehéz volt a gyerekkorom, apám, anyám is ilyen volt, meg valamit nem is lehet visszafordítani, mert engem hagytak ott, és hát én nem akartam elválni, de ott hagytak. Tehát sokféle tragédia van, de ebből rengeteg bűn fakad, rengeteg fájdalom, és utána még nehezebb, még aki úgymond vallásos is, még nehezebb bízni az Istenben, hogy az Isten miért engedte meg. Tehát a gonosz, amikor kísért, amikor támad bennünket, mindig az identitásunkat támadja, hogy ki vagyok én. Amikor Jézus a pusztában volt, az identitását támadta. Hogy ki a messiás? A gonosz akarta megmondani, hogy a messiásnak hogy jöjjön el, hogy kenyeret szórjon két kézzel, és legyen ilyen szociális munkás, aki mindenkit megetett, akkor úgy jöjjön el, hogy az égből megnyílik az ég, és ne Betlehembe szerencsétlenkedjenek, ez a kisbabás sztori ezért nagyon, gyerekeknek jó, de felnőtteknek nem, erős Isten várunk az égből angyalokkal, olyan jöjjön. És hát Jézus, hogy nem olyan jön, mert majd én eldöntöm, hogy akarok eljönni, meg hogy akarok, hogy az emberekhez közel kerülni, és nem hatalommal, hanem a szeretetnek az erejével. És a gonosz pedig el akarta mondani, és ami a gonosz, amiket mondott, tulajdonképpen nem volt más, mint az embereknek az elvárásait hangosította ki, és azt mondta, hogy ha akarod, hogy higgyenek benned, akkor majd elmondom, hogy milyen legyen a messiás. Most a gonosz akarta meghatározni az identitását a messiásnak. De ugyanígy akarja most is meghatározni, hogy milyen egy édesanya, egy feleség. Egy férj, egy feleség, mi az, hogy a boldogság, kikivel lehet boldog, mindig az identitást támadja, de akár a papságomban is, amikor kísért is, az identitásomban, hogy kevés a hívő, minek papnak lenni, úgyse tér már meg senki, egyháznak leáldozott. Tudom, hogy a fiatalok hogy megszenvednek az ilyen hangoktól, amikor le akarják őket beszélni, és megint az identitást támadja meg. És az a legérzékenyebb pontunk. Ha valakinek az identitása szétesik, az egész ember szétesett. Most, amikor a családot támadják is, a családot, mint az Istentől akart szentségi valóságot, most azt támadják. Az identitást. Ha szétverték, az Istentől eltaszították, vagy elvágták, onnantól kezdve esik szét minden. Ez a Baphomet figuráról beszéltem, ami, hát, majd meg lehet nézni, hogy képe, hogy hogy néz ki. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az egyik keze egy felfelé mutat, és az van rajta, hogy szolve, vagyis hogy feloldani. A másik pedig lefelé, ez a koagula, az pedig lefelé mutat, azt jelenti, hogy újra felépíteni. És ez azt akarja kifejezni, hogy és az okkultizmusban is, ez már megjelenik, az okkultizmusból való ez a kép, most minden úgymond ilyen sátán is a templomban ez a fajta szobor van jelen, hogy feloldani a világnak az eddigi rendjét, mind ami a normalitáshoz tartozik, amit eddig a hagyomány őrzött. Hogy ki az ember, ki az Isten, mi a család, ki a férfi, ki a nő, minden ide tartozik, minden, ami általán a szabály volt eddig, mindent feloldani, és utána pedig, amikor fel lett oldva,
utána kialakítani a kóagul az új embert, meg az új világképet. És ez az ezotériának a világképe, ez az okkultista világkép, és eddig volt az ember a keresztény ember, akit feloldani az ő keresztény identitását, és létrehozni az új ezotérikus embert, aki tulajdonképpen isteni személy, ott van benne az isteni szikra, és a különböző technikákkal, meg meditációkkal ezt az isteni valót fel lehet belőle hozni, aki a mágia által a különböző erőket tudja irányítani a maga javára, és itt nincs, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mi atyánkban, legyen meg az én akaratom, és ahhoz ez is ez a technika kell. És tulajdonképpen erőket, energiákat forgatok a magam javára, utána, mivel én is Isten vagyok, istenség, utána nagy istenivel összeolvadunk, ilyen személytelen létben, de egy teljesen új istenkép, emberkép, úgyhogy nem is istenkép, hogy nincs is Isten, hanem erők vannak, meg ilyen nem tudom mik, tehát teljesen új, új kép az embernek, a világnak, az ember élet céljának az értelméről egy teljesen új valóság képet alakít ki. A szóval mindent feloldani és újra összerakni. És tulajdonképpen ez a legveszélyesebb kísértése a sátánnak, és látunk rá példákat erre, hogy ez hogyan történik, akár a napjainkban is, mert így az egész társadalmat atomjaira szed szét, és utána elviszi a lényegétől, és innentől kezdve elválasztja az Istentől is, és utána pedig ezt a újra összerakott embert el akarja vinni az Istentől, és utána pedig az igazi, az a koaguló új összerakni, hogy ennek a végső célja, hogy az ember, aki az ezotérikus, az okkultista személy, annak a fő célja az elkárhozott személy. Csak az persze már nincs benne az ígéretek között, mert ott már jön a valóság, és az igazi célja ez. Szétszedni az Isten gyermekét, a Szentlélek templomát, aki az Isten képére alkotott teremtmény, akinek az Isten a legfőbb ura, és az ő identitását az adja meg, hogy én az Istennek a képmása vagyok, az ő teremtménye, hogy az egész lényemmel az Istent imádom, ő előtte borulok le, hogy ezt szétszedni, és leborulni az új istenség előtt. Amikor a gonosz megkísérti Jézus Krisztus, így mondom, hogy sátánibb kísértés az, amikor azt mondja, mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. Itt ez a képet, ha belegondolunk, a sátán azt mondja Jézusnak, hogy ott van a te mennyei atyád, aki tulajdonképpen most cserbe hagyott téged, mert itt vagy a pusztában, a szűzanya sehol, Szent József, mindenki, a szeretteid sehol sincsenek. Ki van veled? Én vagyok itt veled, aki a javadat akarom. És ha te leborulsz engem előttem, az imádni a héberben is azt jelenti, hogy leborulni. Leborulni, aki előtt leborulok, az számomra az Isten. És ha leborulva imádsz engem, vagyis megteszel engem az új atyának, az új Istennek, akkor mindent neked adok, és ebből a mindenből adhatsz másoknak is, és mindenki boldog lesz. Viszont az Istent megtagadtad, az atyát lecserélted a sátánra. Persze ez így nincs, nem jön ki ilyen dráma, ilyen, csak hogy én kihangosítom, akkor döbben rá, hogy tagadjam meg az igaz Isten, boruljak le a sátán előtt, ő az új Isten. Mondtam, ez a Baphomet figura, az első ilyen szabadtéri szobor, az Detroitban van, ez a Baphomet szobor, és úgy van ábrázolva, hogy ott ül a trónján ez a kecskefejű, ez a Baphomet figura, és hogy mellette két kisgyermek így gyakorlatilag, mint az új Isten csodálkozva nézik. Tehát úgy néznek rá fel, mint az új atya, az új teremtő, az új Isten, ilyen csodálkozva néznek fel rá, és úgy bámulják őt. És itt is már megjelenik, hogy ő az új atya, az új Isten, ebben a mindent feloldaniban, benne, hogy feloldani magát az Isten képet, amit mi a zsidó keresztény Isten képnek nevezünk, vallásnak, mindent feloldani, és az új ezoterikus Isten, ahol tulajdonképpen ott a pusztai vándorlásban aranyborjút csináltak, most nem tudom, mennyivel jobb az a kecskefejű valami, de mindenképpen ez elvisz az igaz Istentől, és az embert megalázza. És ami a legveszélyesebb, hogy ennek a célja gonosz részéről az, hogy az ember elkárhozzon. És amikor valaki megnyitja a kapukat a gonosz lélek felé, akkor tulajdonképpen ennek a veszélynek teszi ki magát, ezért az okkultizmus nem csak egy opció sok vallás között is, mindenki azt csinál, amit akar, különben mindenki azt csinál, amit akar, mert, hogy mondjam, tehát mindenkinek szabad jog arról, hogy mit csinál, csak felhívni a figyelmet arra, hogy mi történik. Azt is látni kell, hogy az okkultizmusban milyen erők vannak.
mely szól van, hogy jön akár a földből energia, az égből, különböző energiák vannak, aurák vannak, meghívnak energiákat, belőle várad ki az energia, tehát mindenféle energia van, de ez ilyen zavaros, és úgy, tehát a fizika, kémia ezeknek a törvényeivel nem megragadható ezek a valóságok. Ha klasszikusan nézzük, háromféle úgymond erőt különböztetünk meg, van a naturális, amit a természetnek az erői, amit fizikából, kémiából tanulunk, amiket ismerünk, persze még van mit felfedezni, de amikkel tudomány foglalkozik, az empirikus tudományok. És egyet ugrok, a következő úgynevezett szupernaturális erő, ez pedig az Istennek az ereje. Ha akár a szenteken keresztül is viszi végbe, akár Piótyán keresztül is, Piótyának nincs hatalma, az Istennek a hatalma nyilvánul meg, de még a szűzanyán keresztül is. Tehát nekik külön hatalmuk nincsen, ez a szupernaturális erő, az Istennek a hatalma és az ereje, ő nyilvánul meg. A juhonyolokon keresztül is, ez mind az Istennek a hatalma. És csak az Isten tud csodát véghez vinni. Ez a szupernaturális, és középen van, középen most így elhelyezve, az úgynevezett préternaturális erő, ez azt jelenti, hogy a természetesen túli. De mivel az angyalok teremtett létezők, tehát nem tartoznak a szupernaturálishoz, mert ők teremtmények. Amit ők tesznek, az a teremtés rendjében tudják megtenni, de az ő tudásuk, például az angyaloknak a tudása is sokkal nagyobb, mint a miénk. Mert ők szellemi lények, ők átlátják a valóságot, egymásnak is át tudják adni, tehát olyat tudnak, látnak akár a múltból is, amit mi nem tudhatunk. És az okkultizmusban gyakorlatilag ez az úgynevezett préternaturális erő nyilvánul meg, amit tudnak a úgynevezett rendes angyalok is, meg hát ezt használják is, de most a gonosz lélekről van szó, a gonosz szellemek, a gonosz angyaloknak a tudását jelenti, ami a természeteshez tartozik, mert teremtmények, de felülmúlja a mi tudásunkat, mert nekik angyali természetük van. És az okkultizmusban is tulajdonképpen ez nyilvánul meg. Például, hogyha van egy jósasszony, és igazi okkult személy, ezt hangsúlyozom, sokszor olyat meg tud mondani, és tényleg meg tudja mondani, amit ő biztos, hogy emberileg nem tudhat. És én előadások után beszéltem emberekkel, és elmondtak olyan történeteket, hogy olyan dolgot megmondott neki a jósasszony, amit biztos, hogy nem tudhatod. De olyan precízen megmondta, vagy egyszer néztem, valakit jött Egerbe egy ilyen boszorkány jósasszony, és megnéztem, hogy ki ez is, belenéztem így előadásaiba is, nagy városokban ment is, hát elég sokan mentek és hallgatták, és hogy belenéztem ezekbe, láttam, hogy valaki el akar kezdeni valamit, hogy amikor és akkor mondta, a kisfia, mit tudom én, 4 éves volt, gesztenye barnó haja, akkor halt meg ebben is ebben. Tehát gyakorlatilag el akart valaki valamit kezdeni, és folytatta, de ilyen precízen, tehát aprólékos tudással, és látod, az emberek is csak így megdöbbenve nézték, hogy ezt honnan tudja. És utána a maga módján, okkult módján válaszolt is ezekre. Vagyis, hogy van olyan tudása, amit tényleg tud, de emberileg lehetetlen, ezt hívjuk a préternaturális tudásnak, és az okkultizmusban akármilyen energiák ilyenek megérkeznek, általában erről van szó. Persze itt van a pszichének is, meg ez a placebo hatás, mert tehát vannak dolgok, amiket nem zárhatunk még ki, de általában, amikor valaki energiákat hív meg nem tudom miket hív meg, akkor ezek érkeznek meg, csodának tűnnek, vagy úgy tűnik, hogy kézrátételes valaki, aki nem az Istent hívta segítségül, csodát tett, de nem csoda történt, hanem ezek az erők nyilvánulnak meg, és akkor járt valaki jól, hogyha elmegy ilyen gyógyítóhoz, és nem történik vele semmi. És valóban, és már többször kérdezték is, hogy de a gonosz miért tesz jót? Itt a jó azt jelenti, hogy valaki tényleg meggyógyul, legalábbis a szimptomák elmúlnak. Tehát történnek pozitív dolgok, de ez a jó azt jelenti, hogy valami elindul, és abszolút pozitívnak tűnik. És ezért valaki azt mondja, hogy mondjuk imádkoztam az Istenhez, de ő nem hallgatott meg, vagy nem csinált semmit, elmentem ide, kifizettem, nincsen bölt, nincsen 9-et, hanem letettem a 10-et, és akkor mit tudom én, rendben vagyok. És ugyanaz történik, mint az Ószövetségben a bálványimádáskor. Ott a nép nem hagyta el az igaz Istent, hanem imádkoztak hozzá, nem esett az eső, mentek a Bál, a termékenység istenéhez, ott is elkezdtek mindenféle szertartást, esett az eső. Ha nem mentek volna sehova, akkor esett volna az eső előbb-utóbb, és azt gondolták, hogy az Istent kell tisztelni, meg imádni, de ha ő nem működik, akkor jön a B-variáció, amikor esik az eső, akkor visszamegyünk.
És itt is még hívő emberek is, amikor kérik az Istent, meg kilencen, meg kébogarászik ilyenekkel, elmegyek, és a jósasszony ő megmondja pontosan, és tényleg sokszor olyanokat tud, ami embereket megdöbbenti, mert az az ember ezt nem tudhatja. Meg olyan erők megérkeznek, gyógyulásokról beszélnek, tehát mindenképpen pozitív, és pont ez benne a veszélyes, amiről beszéltem az elején is, hogy a gonosz úgy akar valakit megvezetni, hogy abszolút pozitív gyógyulások történnek, megmondja, tehát gyakorlatilag valami nagyon szép dolog történik, és ha ilyen dolgok történnek, az meg ott az emberek örülnek, hálások, sírnak örömükben, hát ez csak jó lehet. Ilyet a gonosz nem csinál. És pont ez benne a sátáni, hogy igenis csinál. Tehát ő tudja, hogy hogy kell valakit átvágni úgy, hogy utána az Istentől eltávolodjon, és utána ott ilyen két szék között maradjon, és volt, ahol már ilyen 20 év után dűlt össze a rendszer, nagyon szépen működött minden, de teljes összetörés, minden tragédiák, és akkor derült ki tulajdonképpen, hogy mibe ment bele. És innen jönnek. Tehát ez a gonosznak úgynevezett a rendes működés, meg az okkultizmus, és az okkultizmusban ez a legnagyobb probléma, hogy a préternaturális erőt hívják segítségül, persze nem mondanak ilyeneket. Ez a Helena Blavatsky, a teozófiának az alapítója, az okkultizmusnak egyik nagy anyja, hogyha így lehetne mondani, egy orosz származású hölgy, aki ő még meg is fogalmazza, van a titkos tanítás, van egy két vaskos könyv, két-két résszel, és ő meg is mondja, hogy az okkult személy Lucifer fényén látja a valóságot. És neki az erejével tud gyakorlatilag úgymond csodákat tenni. És hogy ezeknek a személyeknek az is a kötelességük, hogy ők a megvilágosultak, és akik nem megvilágosultak, és ilyenek a keresztények, akik minden fejlődésnek a kerékkötői, őket kell gyakorlatilag felvilágosítani, ha nem akarnak, meg rá kell kényszeríteni őket, hogy éljenek a felvilágosodás szerint, és tulajdonképpen, hogy ne ragaszkodjanak a keresztény erkölcsökhöz, mert az maradi, az a fejlődés ellen van, hanem ha kell erőszakkal, de mindenképpen tegyék azt, amit a világ vagy Lucifer diktál nekik. Még egy-két szót szeretnék szólni arról is, hogy a úgynevezett rendkívüli jelenésekről is, és hangsúlyozom, nem ezen van a hangsúly. Valaki ezt szereti, vagy valaki például erre rámegy, és hogy olyannal is találkoztam, aki szinte meg van sértődve, hogy őt a gonosz nem szállta meg, hogy neki más baja van. Pedig úgy beleélte magát otthon, hogy ő most biztos az történik vele, és utána jön vissza, hogy biztos nem a gonosz szállt meg, hát mondom nem. Vagy nem azt mondtam, hogy sajnos, de hát persze nem azt jelenti, de valaki kicsit hisztériaszerűen is szereti az ilyeneket, tehát ez olyan zavaros téma, és van, akiket ez különösen vonz, de azért is nem nagyon beszélnek róla általában, mert valakit ez megérint, de az egészhez, az egész képhez mindenképpen hozzátartozik az is, hogy rálássunk ezekre is, mert ezekből is most úgy tűnik, hogy egyre több lesz. Nem azért, mintha az Istennek a kezéből kiesett volna a gyeplő, hanem a gonosz előtt úgymond emberek kinyitják a kaput. Ez a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy valaki például nem bocsát meg. És ha nincs megbocsátás, ott a gonosznak kinyitják a kaput. Például az Efezusi levélben is, hogy ne nyugodjék le a nap haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak. És a megbocsátás nem csak egy jámbor dolog, hogy hát Jézus azt mondja, és akkor illik megbocsátani. Az egy stratégiai pont, aki nem bocsát meg, a gonosz beengedi abba a kapcsolatba, és onnantól ez úgy megmérgezi, hogy olyan rossz dolgok történnek, ami önmagából okozat alapján abból nem következtethető. És ezért, amikor valaki megbocsát, valaki azért nem bocsát meg, hogy én megbosszulom neked, hogy nem bocsátok meg, azzal állok bosszút, hogy fájjon. Az igazság van, aki nem is tud róla, hogy nekem nem bocsátott meg, meg nem is foglalkozik vele, hogy most kibocsát meg neki, vagy ki nem. Hanem magamat mérgezem meg, és magamat az Istentől eltávolítom, vagyis a megbocsátás az nem ilyen jámbor dolog, a stratégiai pont. Ebből a szemszögből nézve azt jelenti, hogy mondjuk van egy házasság, vagy valahol összevesztek a párok, és akkor persze mindenkinek igaza van, olyan nincs, hogy valakinek abszolút igaza van, a másik meg teljesen rossz, van minden két oldalon igazság, itt az alapvető, hogy a gonosz betette a pofáját, vendégünk van, akit nem hívtunk, ezért ne egymást démonizáljuk, mintha másik lenne az ördögtől való, hanem gyarló emberek vagyunk, de a gonosz kell innen kiűzni a fenébe, hogy őt akarodjon innen.
és elkezdeni együtt imádkozni. És ezért írja második János Pál pápa a Rosarium Virginis Mariéba, a végén ír a házaspárokról, a gyerekekről, hogy ahol a szülők annyira utálják egymást, hogy nem tudnak egymás szemébe nézni, elkezdik együtt mondani a rózsafüzét, akár még hátat is fordítanak, azt már én teszem hozzá. Egy idő után azt veszik észre, hogy egymás szemébe tudnak nézni, és utána ez a nagy feszültség megszűnik. És a Szent Atya kijelenti, ahol a házaspárok a rózsafűzét együtt imádkozzák, ott nincs válás. És látható, hogy ez már nem csak egy pszichológiai okok, azok is vannak, de nem ezen van a hangsúly, hanem ott úgymond vendég érkezett, akit nem hívtunk. És ott működik, ha hiszünk benne, ha nem, és szét akar verni a diáboloszt. Tehát onnan lehet megtudni a diáboloszt, hogy mindig szakít. Akár egyházközségben is valaki megsértődik, családon belül, gyerekek, iskolában, mindenütt, a diábolosz mindig szét, eltávolít, szakít. Ez a fő jellemzője, amire legjobban meg lehet őt ismerni. És akkor ilyet látunk, akkor elkezdeni imádkozni, és akkor utána imádkozni az egységét, meg az, hogy gyerekek, állj, itt most van, kezdjünk el imádkozni, mert itt valaki betette a pofáját. Nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy volt valakikkel együtt dolgoztam, lelki gyakorlat, és volt olyan komoly feszültség, ez szakmai szintű kérdés volt, hogy ki a hibás, mert akkor hagyjuk abban, ne csináljuk, állj. Ezt hagyjuk most abban, mert nem jutunk sehová, mert mindenkinek igaza van, részben meg nincs. Hanem kezdjünk el imádkozni, mert vendégünk van. És a következő évben sokkal többen jöttek a lelki gyakorlatra, még plusz segítségért kellett hívni. És ott már ott volt, hogy akkor hagyjuk abba, sértődjünk meg, ne csináljuk tovább, mert. Tehát ezt is látni, hogy például a gonosznak a működése is, és ilyenkor tulajdonképpen egyszerű, hogy nem egymást démonizáljuk, elkezdünk imádkozni, és onnantól kezdve a gonosz lélek kitenni. Tehát az egyik, ha valaki nem bocsát meg, a másik nagy kapu az okkultizmus, mindenféle ilyen zavaros dolog. És ez persze valaki nem a vallás helyett szokta általában alkalmazni. Hanem van a vallás, meg van az agykontroll, meg a reiki, meg egyéb ilyen dolgok. És az abszolút úgy vannak meghirdetve, hogy az agykontroll is, hogy az tulajdonképpen abszolút pozitív dolog. Ha valakinek nehezen megy a nyelv, nehezen tanul, mit tudom én, boldogtalan, negatív gondolkodású, mondjuk a kognitív pszichológia, ez a pozitív gondolkodásnak az átültetése a gyakorlatba, immanens módon, most nem az Istenből fakad a pozitív gondolkodás, hanem az agyamnak a belső, úgymond kihasználtságából, és abszolút pozitívnak tűnik. De itt is vannak beavatások, és itt is beszélnek magasabb intelligenciáról, akinek a segítségével. És az nem az agyam az a magasabb intelligencia, vagy most már megjelennek olyanok is, hogy ott a lélekvándorlás ebben is, meg hogy úgy gyógyítanak, hogy például valakinek, most mit tudom, sebzett az élete, akkor visszamennek, amikor én Angliában nem tudom, gróf voltam, és ha nem tudom ki, a komornikom durva volt velem, és visszamegyünk az előző életem, és akkor ott gyógyítsuk a sebeket, és visszajövünk ebbe, és akkor meggyógyultam. Tehát most már erre megy el az egésznek a elmélet, és látható, hogy ez enyhén szóval nem az Istentől való, de nem vallásként jelennek meg ezek, hanem gyógyításként, életmód tanácsadásként, valamit könnyíteni, valamit sikeresebbé tenni. Tehát én ártatlannak tűnnek, de akit használnak, amit segítségül hívnak, az nem az Isten, és olyan erők, amiket nem lehet definiálni. Magasabb intelligencia. És még azt is írják ebben az a Hozé, Szilva, aki ennek a kitalálója, hogy például valaki oda, majdnem oda el tud jutni, sőt odáig, arra a tapasztalatra, amire a misztikusok. És gondoljunk bele, Nagy Szent Teréz, ott a belső várkastély, amennyit imádkozott, kísértések, imamódok, mindenmit, míg ő elküzdötte magát odáig, hogy az Isten ilyen mélyen találkozzon, azt valaki elkezd meditálni, különböző beavatási fokok, harmadik szinten leül, meditál, és ugyanazt tapasztalja meg, mint Avilai Nagy Szent Teréz. Avilai Nagy Szent Teréz az Isten tapasztalta meg, nekem nem kell hozzá Isten se, szenvedés meg pláne nem, hanem ugyanaz a feeling Isten nélkül. Tehát itt látható, hogy akkor miről is van szó, tehát hogy aki ezekkel foglalkozik, nagyon könnyen kinyitja a kaput, és nem is veszi észre, mert pozitív dolgok történnek. Tényleg most a pozitív a gondolkodásom. És most már nem vagyok annyit szomorú, a családom is azt mondta, hogy mennyivel derűsebb vagyok, többen nem az öröm, jönnek a nagyon szép gyümölcsök. És rövid távon tényleg jönnek, meg van ennek egy pszichológiai oldala is a pozitív gondolkodásnak, hogy hát nem kesergek annyit, de utána ez túlmegy ezen,
és hát sajnos van, aki, hogy mondjam, ez úgy magával is ránt, van, aki abba hagyja, vagy rászmi, hogy ezt nem kell csinálni, de utána pedig, hogy amikor ezekbe belefog, nagyon könnyen ebben marad, de amit leggyakoribb, hogy mondjam, problémát látom, hogy nem akarnak, de mégis valahogy az Istentől eltávolodnak. És gondoljunk bele, eddig kértem az Urat, imádkoztam hozzá, most még gyakorlatilag elmék ilyen foglalkozásra, ott sokkal jobb a hangulat, sokkal gyümölcsözőbb, amit csinálok. Már mondtam a rózsafűzét, elnézést, ugyanaz lett minden. Tehát nem, én is lettem jobb, meg a környezetem se. Amikor elkezdek meditálni, úgy pozitívan látom a világot, elkezdek mosolyogni, akkor visszakérdeznek, hogy miért mosolyogsz. Tehát úgy látszik, hogy rövid távon sokkal gyümölcsözőbb az, amit ilyenkor csinálok, akkor még most minek húzom az időt a rózsafűzérrel. Szépen jön lassan a kísértés, hogy ezeket hagyjam el szépen. És hát most nem mondtam el rózsafűzét, az a lényeg, hogy szeressük egymást, nem? Az a fontos, hogy a hazamegyek kedvesebb legyek, nem az, hogy elmondtam a rózsafűzét. És valahol még igaz is, ha úgy vesszük. Csak látszik, hogy sántít, és a hazugság atya kezdi megragadni az embert. És még röviden, amik most már azt hiszem egyre többen lesznek, ezek a gonosznak a úgymond rendkívüli tevékenysége, ami az embernek a pszichofizika egyensúlyát ragadja meg, és tulajdonképpen a különböző ilyen fokozatok, az első az ördögi gyötrés. Az, amikor valakit a gonosz fizikailag gyötör. Tehát például vannak ilyen tűszúrások, vagy valakinek az már súlyosabb, amikor megjelennek ilyen vágások, jelek, akár a 666, tehát a bőrén, de utána ez el is tud tűnni magától. Tehát az orvos ránézhet, ez akármi lehet, de utána el tud magától tűnni, és hát találkoztam olyannal is, akivel ezek kijöttek, elment az orvoshoz, és mind eltűnt. Ha az tényleg olyan igazi karcolás lenne, az akkor az ott marad, és akkor a helye is ott marad még sok idő múlva is. És a szentek közül is sokan megtapasztalták ezt, hogy a gonosz gyötri vagy veri őket. Tulajdonképpen ez a fizikai szférát érinti, ami kellemetlen, vagy például ilyennel is találkoztam többel, ez a Francesco Bamonte mesélte, és valószínűleg van több is, hogy például, hogy valakit például megerőszakoltak. Azt érezte, hogy valaki ráfekszik, egy férfi, tehát rendes húsvér ember, de valamilyen nagyon rossz érzés volt, és valaki mondta is, hogy biztos a férjem, de utána ez nem a férjem. És utána megerőszakolták, az a valaki eltűnt, és most akkor ezt kinek mondjam meg? És akkor előbb beszéltem, akkor odajött, és akkor mondta, hogy velem ilyen történt. Mert ezt elmondja valakinek, ezt vagy hülyének nézik, vagy na akkor már, na, ki tudja, mi volt ott meg. Te nem lehet mondani senkinek, mert hülyét csinálok magamból, meg a pszichiátriára visznek. És gyakorlatilag is persze ilyen, és nagyon fontos, hogy a gonosznak nincs hatalma. Akivel ilyenek történtek, azok már igencsak belemásztak csúnyán az okkultizmusba. És ilyenkor kiderül az, hogy miben vettek részt, milyen súlyos dolgokat követtek el ezen a téren, és utána a szentgyónás, azt abba hagyni minden, és utána ezek megszűnnek. Tehát olyan, hogy valaki jár templomba, mondja a rózsafűzét, szentgyónás vége, szentáldozást, a gonosz nem tud vele csinálni semmit. Teljesen biztonságban van, és hogy nincs hatalma fölötte, persze hazudni tud a gonosz meg kísérteni, de amikor, mint a makrancos gyereknek azt mondom, hogy takarod, hogy innen csend legyen, akkor csend van. Tehát ez hangsúlyos, hogy aki sok kaput kinyitott is hosszú időn keresztül, csak olyanokkal történhetnek ilyenek. És volt több ilyen is, akik tényleg így nagyon csúnyán belemásztak ilyen okkult dologba, utána látták, hogy baj van, akkor belemásztak a másikba, harmadikba, és hogy utána ebbe keresték a kiútat, de igazából egyik hóhértól mentek a másikig, és egyre rosszabb lett az állapotuk. Tehát ez a fizikai gyötrés. A következő az ördögi zaklatás. Tehát az első, az a gyötrés, az a fizikai szférát érintette, a zaklatás az pedig a pszichét, és akár gondolatok, érzések, amik visszaköszönnek is, nem vagyok ura. Ez persze nem azt jelenti, hogy valaki nem tud imádkozni, mert nem tudom, mi a unokáján jár az eszet, tehát nem ilyenekről van szó, hanem olyan dolog, ami nagyon, nagyon megkötöz. Például valaki egy egyetemista, akinek abba kellett hagyni az egyetemet legalábbis átmenetileg, olvasott egy könyvet, és semmi rossz, tehát semmilyen bűnös gondolat, hanem abban volt egy fiú, annak a képe úgy annyira fixálódott az agyában, hogy egyszer nem tudott se olvasni, se tanulni tőle. Mindig azt látta. Tehát a pszichikailag, tehát a pszichiáter nem tudott vele csinálni semmit, tehát látszott, hogy ez nem egyfajta ilyen betegség valami, és hogy egyszerűen nem is, amikor imádkoztak érte, meg akkor tűnt el, és akkor tudta folytatni az egyetemet.
És gyakorlatilag ide, ami a pszichésnek a formája jelentkezik, megint ami nagyon-nagyon is a gonosztul, hogy ő mindig úgy jelentkezik, mintha betegség lenne. Tehát sokszor, amikor elmegy a pszichiáterező, meg is tudja nevezni, hogy ez ilyen és ilyen betegség. És hogy amikor valaki elmegy, ilyenről beszámol, akkor még attól is félik, hogy engem hülyének fognak nézni, amikor ilyenekről beszámolok. És amikor például valaki bármilyen káromkodás jön fel, vagy megmagyarázzák, hogy biztos sok elfojtott harag van, és valakinek tényleg az lehet például, de hogy mivel a betegségkel ilyen kompatibilisnak tűnik, vagy úgy tűnik, mintha ember nem mer elmenni, vagy az orvos mond valamit, hogy ez is ez a baja, vagy ad neki gyógyszert, és nem lehet megkülönböztetni, vagy nem tudja megkülönböztetni, hogy ez most valójában mi. Arról nem is beszél, hogy ennek még hogy a kultúrája nem alakult ki, abból, hogy ezeket jól megkülönböztetni, és akkor most mi, mitől van. De az a biztos, hogy ha valaki ilyet tapasztal, vagy ilyet érez magában, akkor mindig azt kell megnézni, hogy az Istennel való kapcsolatomban hogyan értem eddig. Aki például emlékezt a Szent Jónás nem imádkozott, vagy csak úgy a maga módján, vagy ilyen okkult, meg ilyen dolgok belefogott, az mindenképpen itt az alap, hogy megtérni az Istenhez, elkezdeni imádkozni, visszatérni a szentségekhez. Amikor itt ördögűzésről van szó, vagy bármiről, itt nem ilyen hatásvadászat, ami ennek a lényege, hanem mindig az Istennek az akarata, hogy valaki ne csak az ördögűzőt csinál valamit, és kicsit jobb lett, hanem hogy valaki térjen meg, teljesen az Istenhez térjen meg. Mindig ez a cél. Nem csak fordozgatni valakinek az életét. Nekem is mondják többször, hogy csinálj már valamit, hogy imádkozol, hogy jobb legyen. Mondom, elnézést, én nem ilyen, nem tudom mi vagyok, aki csak egy kicsit jobb legyen, és vagy meg akar térni tiszta szívből, vagy nem. És valakit sajnos hagyni kell, hát ő akarja, hogy gyakorlatilag, hogy ő még egyezkedik, hát még nem akarok, én nem érek rá, meg ezt az imaformát nem szeretem, tehát joga van hozzá, akkor meg sajnos ott a szenvedés is, és hát és még a doktor Bubót a meséből, neki van egy ilyen mondása, hogy ha valaki sokat nyavajog, de nem akar változtatni, az annak a jel, hogy még nem szenved eléggé. És hát én ezt nem tudom, csak tanácsolni tudom, hogy akarjon megváltozni, de valakinek sajnos ezt meg kell várni, míg szenved eléggé, és azt is látom, aki már nagyon szenved, az már nem alkudozik. Az megy is, életgyónás, mindent imádkozik, mit imádkozzak, mennyit, hogy. Tehát ő már nem azon, hogy most akkor mit szabad, mit nem, van kedvem, nincs kedvem. Aki tényleg szenved, számára ilyen kategória már nincsen. De mindig ezeknek a célja, amikor az Isten is megengedi, hogy valakivel valami történjen, az mindig a megtérés. A következő, az ördögtől való ez megfertőződés, ez főleg a helyekre vonatkozik. Amikor például a helyekben, főleg ami a lakóhelyhez vagy a munkahelyhez tartozik, olyan dolgok történnek, hogy láttam olyat, hogy nincs kinyitva az ablak, de a függöny így mintha szél fújna, de nem fújja, meg nincs ott semmi, tehát ezt meg lehet állapítani. Vagy valahol valaki elmegy, és akkor tele van ilyen patkányokkal, egerekkel, és hogy hirtelen lettek ott, vagy ilyen emberi csontreszelékkel, mint a vastagon a padló. Tehát olyan dolgok történnek, amik hirtelen történnek, és imádság hatására el is tudnak tűnni. És hogy ezek nagyon rossz érzések, vagy például olyan valaki hangokat hall, vagy akár még képeket is láthat, és megint eljön, hogy valaki most skizofrén, vagy tulajdonképpen ilyen a gonosznak a működése van. És ezt meg lehet különböztetni, van imádság formájában, mert ha ilyen szimptomák vannak, ennek orvosilag is megvan, hogy ez mi is micsoda. És elkezdik kezelni, és sokszor nem haladnak úgy sehová, mert nem betegségről van szó, hanem valami másról. Vagy például ilyenek is, hogy valaki alul a gonosz kihúzza a lepedőt. Igazából nem ez a világ legnagyobb tragédiája, de nagyon rossz érzés. Hogy megy a lepedő, és nincs a végén semmi, és mégis megy. És amikor ezt elmondom a munkahelyen például, hogy képzeljétek el, feküdtem is, akkor valaki a lepedőt kihúzta, nem volt a végén senki. Elmenném ezt mondani valakinek, vagy azt mondják, hogy pihenszte eleget? Vagy elnézést, iszolta eleget? Vagy kevesebbet kellene? Tehát mindenképpen valamit mondanak, hogy te meghibbantál, és akkor elviszünk orvoshoz. De elszébe se jött senkinek, hogy itt valami másról lehet szó, mert bolondnak néznek. És a gonosznak ez is egyik ilyen trükkje, hogy olyan helyzeteket idéz elő, ahol én arról elkezdek beszélni valakinek, bolondnak néznek, és onnantól kezdve nem is hisznek nekem, sőt elkezdenek valamilyen módon kezelni, és igazából idegileg tönkre tesznek. Tehát és ebbe belebolondulok, hogy akkor tényleg én vagyok a bolond, vagy mi is történik velem.
És a következő az a legmélyebb, az ördögi megszállottság, amikor is ennek két része van a krízis állapot, amikor teljesen tulajdonképpen nincs öntudatánál, teljesen kifordul magából, és egy másik entitás szólal meg belőle, és hát ennek látszik, hogy olyan dolgokat tud, amit emberileg lehetetlen. Tehát olyan tudás, ahol olyanokat elmond, amit biztos, hogy nem tudhat. Olyan nyelven beszél, olyan erő van, hogy mit tudom, egy oltárt így felemel félkézzel, amely egyszerűen nem képes. Vagy olyan hangon beszél, amilyen hang az ő szájából nem jöhet ki, mert az fizikailag, biológiailag az egyszerűen lehetetlen, amit ő csinál, és ezek alapján különböztetik meg, de ezek mindig látványosak, és ha van ördögűzőnek, világosan látni kell, tehát erkölcsi bizonyosság, mindenféle ilyen sugalmazás nélkül, hogy ilyen nincs, ez emberre nem képes, és itt a gonosz működhet. Akkor utálat a szent dolgok iránt, tehát ezek, amik ott vannak, és utána a megszállott, az nem mindig úgy megszállott, hogy most állandóan ebben az állapotban van, hanem van ilyen nyugalmi állapot, hazamegy a munkájára, dolgozik, sőt, főz, takarít, tehát hogy normálisan működik, a megszállottság tart, csak a gonosz ilyenkor engedi belül, tehát ott van benne, csak engedi, hogy működjön. És amikor elkezdenek érte imádkozni, valami történik, akkor kezd megint támadni, és akkor kezd valamit tenni velem. Itt van még az átok, amit akkor veszélyes, ha okkult személy teszi az átkot, amikor a gonosz hívja segítség, hogy valakivel tegyen valami rosszat, és megint az átoknál nagyon fontos, hogy az Isten csak azt történt, amit az Isten megenged. Tehát a gonosz nem azt csinál, amit akar, amit az Isten megenged neki, másik, hogyha valaki normálisan él, tehát erkölcsösen, rendszeres szentgyónást végez, imádkozik, mondja a rózsafűzét, ott gyakorlatilag azt megátkozzák, és nem fog rajta az átok, tehát mi a gonoszt, a Jézus Krisztust legyőztet, Jézus az Úr. Tehát nincs, hogy nem tudom, hogy megtámadnak valami, és pedig imádkoztam mennyit. Olyan van, mint például a Pió atyánál, de ez csak a szenteknek, akik ez a mélyvíz csak úszóknak, akit például az Isten megengedte, hogy 22 napon keresztül még a falhoz is vágja gonosz lélek, de azért, mert Pió atya nagyon mélyen hívő volt, szent életű ember, és az Istennek a szándéka, hogy a gonoszt megalázza, akkor valaki olvassa az életét, és azt is, hogy a szent ember gyakorlatilag gonosznak ellenállt, és a gonosz szellemet megalázta. Az Isten megenged egy szent embernek ilyen zaklatást, az azért teszi, hogy megmutassa a gonosznak, hogy te egy senki vagy, hogy egy ember, aki hisz bennem, azt én gyakorlatilag az megsemmisít, igen, és megszégyenít. Tehát így engedi meg az Isten ezzel a célzattal. De ez persze nem az első áldozók engedi rá, hanem akik már tényleg olyan komoly életszentségben élnek, akik ezeket meg tudják élni. Tehát az átok is az így nem fog. Mindig azok a veszélyeztetettek, ez írja II. János pápa is, a középszerű keresztények. Akik úgy imádkozgatnak és templomba is eljárogatnak, nem vagyok én olyan rossz ember alapon, igazából a hite sem olyan erős, a tudása sem, nagyon könnyen félrevezethető, nem tudja megkülönböztetni sokszor, hogy ez most az Istentől van, vagy valami okul dolog, és hogy a gonosz is rájuk hajt rá, akik halálos bűnben vannak, őket a gonosz hagyja. Semmit nem csinál velük, hogy még megijedjenek és megtérjenek, hanem őket hagyja és azt akarja, hogy ők elkárhozzanak. Aki a középszerű keresztény azt akarja megtámadni azért, hogy ők még akármerre elmozdulhatnak, és őket megtámadja, őket akarja elvinni, és hát ezért nagyon fontos, hogy a hitünket komolyan venni, és ez nem csak egyfajta jámborság, és ezzel is szeretném befejezni, hogy amikor a vallásról gondolkodunk, most úgy, a világ úgy tárja ezt elénk, hogy vannak a nagyon vallásosak a szentek. Főleg, akik ráérnek. Nagy szentelés, meg a többiek, tehát nincs család, olyan munkahelyesek, ők tudják ezt. Akkor van, akik a családosok, akik úgy a maguk módján tudnak szentek lenni, tehát vannak fokozatok, van, akik csak önmagában egy jó ember, de nem is keresi az Istent, vannak, akik az ateisták, akik meg úgy tűnik, hogy mintha lenne egy nagy pipacsos mező, ők oda kifekszenek, tehát igazából van a nagyon vallásos, meg a végén van egy ilyen szép, ilyen majálisos kép. És hogy nem ez történik, hanem az első Péter levélben a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál, hogy kitnyeljen el, és erősen álljatok neki ellen a hitben. Vagyis a másik oldalról várnak ránk, és a gonosz az éjjel-nappal keresi, hogy kit hogyan tud megragadni, és az Istentől eltávolítani. És megint ezzel szeretném zárni, ezzel a képpel, itt a Jézus kép is, hogy Jézus az Úr megtörte a gonosznak a hatalmát, ő a mindenség ura és királya. A gonosznak semmi hatalma nincs, őt az Isten legyőzte.
De az is fontos, hogy így az Istenhez ragaszkodjunk, csukjunk meg minden kaput a gonosz előtt, ragaszkodjunk hozzá, és nem kell senkitől se félni. Benedek pápa mondja, hogy régen Európa tulajdonképpen keresztény Európa volt, és az emberek hozzászoktak a gondolathoz, mivel nagyon sok ember vallásos volt, hogy a gonosztól védve vagyunk. És mondta, hogy igazából most már az új pogányság egyre erősebb Európában, viszont most már hamis biztonságtudatként ott van, hogy védve vagyunk, mert keresztények vagyunk, és már nagyon sokan nem azok. Mert nem is úgy élnek meg, más erőket hívnak segítségül, és innentől jön a veszély, hogy van egy hamis biztonságtudat, de már nem úgy élnek, hogy ennek ellenálljanak. Tehát az Isten az Úr, de azt is látni kell, hogy ott van a veszély is, és az egyértelmű cél az, hogy megismerni az igaz Istent, megtérni, nem kell félni senkitől, hanem hozzá ragaszkodni, ezért van az evangelizáció, ezért imádkozunk, és hogy amit az Isten akar, hogy minden ember üdvözüljön. A gonosz pedig azt akarja, hogy minden ember elkárhozzon. És hogy így fontos, hogy megtérni, és meg embereket figyelmeztetni, hogy itt még a vallás a földön fakultatív, de hát most is a Krisztus királykor is utolsó literről szóló példabeszéd, advent is ezekkel a képekkel kezdődik, hogy itt még fakultatív, az utolsó ítélet az mindenkinek az már közös lesz, ott már nincs fakultáció, hanem mindenkinek el kell számolni az életével, és hogy amíg időnk van, itt a földön térjünk meg elnézést, ne akarjunk ilyen buták lenni, hogy a gonosz minket megvezet és hülyét csinál belőlünk, hanem akarjunk az igaz élő Istennek élni, és a méltóságunkat az ő szeretetében, a teljes mértékben megélni. Köszönöm a figyelmet!